200 ülőhely van, hivatalosan reméljük a tűzoltókat senki nem hívta ki, mert még a Csilláron is lógnak. Egyes hírek szerint több mint 2000-en fogják megnézni ezt az összecsapást. Hát lehetne itt most sok mindent mondani, hogy akár előrehozott EB döntő, de inkább mondja el Hajdú János a véleményét, állandó szakkommentátortársam, és hát főleg abban a megközelítésben, hogy az egész Európa-bajnokság két legjobban védekező csapata, ez mennyire vetíti elő azt, hogy ma kevés lesz a gól? Remélem, hogy előrehozott EB döntőt látunk. Rendkívül erős ez a norvég csapat, de ma nem lesz kevés gól, merem jósolni, hiszen norvégek borzasztóan rohannak, sprintelnek, és valószínű, hogy mi is, nekünk is fel kell venni ezt a ritmust. Hát meglátjuk. Minden esetre jönnek először a norvégok, hiszen a hivatalos bemutatást is újra megnézhetik. Szenzációs lesz egyébként a hangulat, ez már most garantált. A lányok, amikor bevonultak fél órával ezelőtt a melegítésre, már akkor külön az egész magyar szurkolótábor skandálta a nevüket. És most jön ebben a pillanatban a magyar válogatott. És hát akkor a hangzavar, hogy megkérném a kollégákat, hogy fülemre egy picit saját magamból többet adjanak vissza, mert egész egyszerűen képtelenség lesz bármit is hallani az egész mérkőzés folyamán. Egészen szenzációs, ami itt van. Ugye a tegnapi mérkőzésen, illetve tegnap előtt a szünnapot követően a magyar csapat Szlovákia ellen játszott, elég álmosan kezdett, de hát összesen lehet hasonlítani gyakorlatilag a két mérkőzés fontosságát és jelentőségét, hiszen annak a mérkőzésnek már nem volt túlzottan nagy jelentősége, ennek a mai nap meg igenis van, mert ha nyerünk, akkor egészen biztos, hogy ott vagyunk a legjobb négy között, hiszen az előző mérkőzésen olyan eredmény született, amely számunkra ebből a szempontból a lehető legkedvezőbb, hiszen az már egészen biztos, hogy a spanyolok minket nem érhetnek be holnap, bármi is történik pontszámban. A norvég csapat bemutatása zajlik, most mindenki nem mennénk végig, de azt gondolom, hogy van jó néhány olyan játékos, akit érdemes kiemelni a norvég együttesből. Nóra Mörkre hívnám fel elsősorban a figyelmet, aki 14 gólt szerzett az első két mérkőzésen, egy szélső játékosról van szó, de senkit se tévesszem meg. Ugyan a szélsők nagyon sok gólt dobtak, de nem hagyományos szélső játékban, hanem elsősorban gyors indításokban érték el ezeket a találatokat, tehát őket rendszeresen foglalkoztatják. Veronika Christiansenre, a hármasra hívnám még fel a figyelmet, ugye Mörkről már esett szó, és hát elsősorban ők azok, akikre figyelni kell, illetve még Stine Bredal Oftedára is érdemes lesz. És akkor a magyar csapat, hát most aztán tényleg felrobban a csarnok. Egyessel Janurik Kinga, kettessel Zácsik Szandra, négyessel Tamás Kriszta. Hetessel Turcsányi Krisztina. 8-assal Kovacsics Anika, úgy fülelnek a lányok is, mert nem hallják a hangos bemondót, ez a legszebb az egészben. 10-essel Hornyák Dóra, 11-essel Lérán Vivien, 13-assal Szalai Babett, 14-essel Kispaludi Anett. Dajka Betti ma is bekerült a csapatba, 15-össel játszik. Big Vivien 16-ossal. A másik kapusunk egyenlősége lehet tenni a két kapus között. 11-essel Hosszú Moglárka, 18-assal Horváth Bernadett, és ott van természetesen 19-essel Deáki Dóra. Csak annyit kérdeztem tőle, hogy rendben van a válla, rendben. Úgyhogy minden a lehető legnagyobb rendben. Rócz Kálmán pedig a szövetségi kapitány. Természetesen az teljes távot is bemutatják, Danyi Gábor a segítője. És beszélgettem a gyúróval, Schreck Péter, azt mondja, ő mindent elkövetett annak érdekében, hogy ma nyerjünk. A lányok, ha kiadják magukból azt, amit tudnak, akkor nagyon megverhetik a norvégokat, de hát
Következik a himnusz, és aztán majd utána természetesen Hajdú Jánost megkérdezem, hogy volt-e valami különleges fogadás erre a mai mérkőzésre, hiszen eddig ő mindig eltalálta, hogy mi lesz azokon a mérkőzéseken, amelyeket közvetítettünk. Még természetesen a hivatalos delegációt, az EHF hivatalos delegációját is bemutatják, és aztán kezdődhetnek, jöhetnek a himnuszok. És a Kisalföld találkozásánál Pápán, hogy láthassák a magyar válogatottat, hiszen ez egyetlen mérkőzés szerepel a programban a magyar csapatnak, ezt én legalábbis nagyon remélem, mert itt már csak az 5-8. Helyért játszanak, és bízunk benne, hogy nekünk azért följebb lesz majd dolgunk. Szóval, hát Jósdát is nyithattál volna az elmúlt hetekben, illetve az elmúlt napokban a mérkőzésekkel kapcsolatban. Van-e valami megérzésed mára? Csoport elsőségért megy a harc, egyértelműen a mai jóslásról feltételek kellenek, akkor tudjuk megvenni ezt a norvég válogatottat, hogyha közel 100%-os teljesítményt nyújtunk. Két stílus csap össze, egy európai, közép-európai stílus és egy északi stílus, és őszintén megmondom nekünk, nem nagyon fekszik az északi stílus. 100%-os teljesítményt nyújtunk, akkor természetesen nyerünk, úgyhogy ez nem kell nagy. Nagy okosság, hogy ezt megállapítson. A mai délelőtti edzésről a kémeim azt jelentették, hogy az átlagosnál feszültebb volt a csapat, de hát bízzunk benne, hogy azért ez egyáltalán nem fog kiadni rájuk. Itt a csarnokban már egyébként azért főleg mosolygós arcokat lehetett látni. Ez nem tudom, mennyire használt egyébként, hogy végignézték a lányok az előző mérkőzést ellentétben a norvégokkal, mert hogy úgy tessék elképzelni, hogy egy szaunában ülnének,
illetve hát a közösség nagy része áll, mert mondom, egy gombos tűt sem lehet lejteni, és körülbelül 2000-en dzsúfolódtak itt össze ebben a pápai csarnokban. Egészen elképesztően meleg van, ugye Szombathelyen és Győrben sem lesz ilyen probléma. Itt viszont hát ez akár gondoltak is okozhat. A norvég csapat összeállítása képen, de hát azt hiszem, hogy már a legjobbakra fölhívtam a figyelmet, ugye még egyszer, tehát 10-essel Nora Merck. Lehet az egyik legjobb, aki az utolsó osztrákok elleni mérkőzésén a norvégoknak már nem is játszott. A magyar csapat összeállítása, de ami ennél sokkal fontosabb, hogy elkezdődött a mérkőzés. De hát tiszta fehérben a magyar csapat és tiszta pirosban a norvég együttes szerb játékvezetői kettős Ivan Mozorinski és Alexander Pandžić hújják a sípot, Kovacsics pedig betör és 7 méterest kapunk belővédekezés miatt. A meleggel kapcsolatosan Rolf Kálmán készül rá, ígérte a gyerekeknek, hogy több csere lesz, jobban forgatja a csapatot, hogy így bírják majd a igen feszült légkörű mérkőzést. Igen, megvan a vezetés! Egy-nullára vezetünk Kovacsics 7 méteres góljával. Nagyon szépen lőtte be, és mozdította el a kapust, Rundbratent. A norvégok első támadása belemenés gyanús, ez is szabad dobást kapnak. Abba bízunk, hogy a hatos fal elég lesz a viszonylag alacsonyabb norvég sor ellen. Addig jó, még nem tudnak futni, vagy ha futnak, akkor lépjék el, mint most. Diáki labdája nem pontos, pedig ebből indulhatott volna Tamás. Mai mérkőzésen Drávai Gyöngy és Szügi tímea maradtak ki. Drávainak van egy kisebb válsérülése, de hát azt hiszem, hogyha jelölni akarta volna őt Rót Kálmán a csapatba, akkor tudott volna játszani. És felkanyarodott Kurtovics, Amanda Kurtovics, és egyenlítenek a norvégok. Szóval nagyon nem lesz ez sétagalop, de hát itt a közönség és minden egyéb más. Minden erő azonban, hogy a magyar lányokat hozzá segítse a győzelemhez. Így van, felütötték Deáki kezét, aki szintén kiadta a magyar csapat utolsó csoportmeccsét, válsérülése miatt Szlovákia ellen nem játszott. Norvégok meglepettek minket egy kicsit, mert zavarót védekeznek. Eddig mérkőzéseken általában hatos falat védekeztek. Deákinál látnak belemenést, és ebből már is indul Nora Merck. Villámgyorsan, amire lehetett számítani, Stine Bredal Oftedal. Ez az egyik stílus jellemzőjük, hogy berohanásnál sprintelnek, nem futnak, nem kocognak, sprintelnek mind a hatan, és nagy biztonsággal hozzák a labdát, és gátlástalanul lőnek. Ezt tehát nagyon-nagyon nehéz lesz lábbal követni, arra is számíthatunk, hogy a gólt kapnak, akkor villámgyorsan majd megpróbálnak visszaindítani. Hornyák lövése megy mellé, és már is sprintelnek ki a norvég hölgyek. Christiansen. Nem volt pontos a passz, mégis Deáki ellen fújnak. Sárga lap. Itt terenggel szemben szabálytalankodott Deáki. Elől minimálisra kell csökkentenünk a hibázást. Azonnal kontráznak belőle. Merck és Oftedal passzolgatnak. Christiansent is beveszik a játékba. Lövőt játszik, de nem egy magas játékos, és szélsőt is tud játszani, szerencsére elveszítik, eladják a labdát a norvégok. Ha vissza tudunk rendeződni, akkor bízhatunk a magyar csapat keménységébe és a védőfalunkban, én azt hiszem. Kovacsics nagyon jó! Azt csinálta, amit a norvégok tudnak nagyon, talajról, futából, test mellett lőtt kapura, ez várható a norvég részről is. A magyar csapat legeredményesebb játékos az egész Európa bajnokságon, Misike, hiszen ez volt most már a 16. gólja. A másik oldalon Merck 14-nél tart, ez meg egy gyönyörű védés! Big Vivien, ő kezdette át a mai napon. Kovacsics, Hornyák, nagyon el volt szontyolodva Szlovákia elleni mérkőzés után, de ő is csak picceltett a fejével, mert az előző meccsen is a hangzavartól alig lehetett hallani.
magyar szurkolók ütemes dobolását lehetett végig hallani, miközben Deáki lövését kitolják, szóval Hornyák is ezt mondta, minden rendben, lelkileg, lépéshiba ennél a támadásnál, Oftedal követte el a technikai bakit. Nem a legjobb passz, ezekre vigyázni kell most Hornyák. Visszarendeződés is, 5-1-es formáció a norvégoknál, zavaró elől megvárja mi támadóinkat, nem engedő keresztmozgással középről átlőjünk. Deáki Szala indul be középre, Hornyák, Deáki ott nem tud felmenni lőni, Kovacsics, őt meg megállítják, elég keményen ez így, talán túl kemény is volt, sárga lap, itt terengnek. Nagy szükség lesz Kovacsics, Hornyák és Deáki bátorságára, és helyzet felismerésére a mai napon. Nem játszott mostanában egymás ellen a két csapat, ez az! Ez nagyon megy! Mind a három gólunkat Kovacsics Anikó szerezte, és vezetünk. Igen, ez az ő meccse lesz valószínű, fölpörgött erre a nehéz meccse, tudja azt, hogy nagyon nagyot kell teljesíteni a sikerhez. Melegít Zácsik Szandra, már amennyi helye van, egyébként meg leültetik, mert elvileg nem is lehet melegíteni ott, annyira pici a hely, és hát ugye csak a szövetségi kapitány állhat a pad előtt. Szerencsére újabb lehetőség a miénk előtt, szabad dobás. Taktikai értekezeten elhangzott, hogy a szélsőktől nem kell félni annyira, nem olyan biztosak, esetleg el is lehet őket engedni, a belső pozíciókra koncentráljon a védekezés. És akkor megérkezett Zácsik támadásban Deáki helyére. Zácsik, Szalai. Mert tovább, most fenn a bíró keze. Zácsiknak el kell lőni, ez meg már így sok volt. És megint jönnek villámgyorsan a norvégok, Hornyák megpróbál közbeütni Mörköt. Arrébb taszítjuk, de nem tudjuk már itt terenget kilökni a pozíciójából. Egyenlítenek a norvégok. Szandinak meg kell nyugodnia, mert aki a Győrnek tud 15 akcióból lőni, az fantasztikusan jó játékos. Érezni rajta, hogy feszül, még a mozgásán is látni, hogy nem felszabadul. De nem véletlenül hagyta fönn a szlovákok elleni meccsen, szinte végig rockálván Zácsikot. Ez volt az egyik taktikai megfontolás. Zácsik, gyönyörű, na ez az! Erről van szó! Már mosolyog, ez már jó. 7 perc telik el, és nem szabad hagyni rohanni a norvégokat. Oftedal, Christiansen, Mörk. Oftedalnak vissza, a lövés fölé ment Veronika Christiansentől. Mondom, ez a hatos fal, ez kiállta itt már a franciákat, montenegróiakat, én nagyon bízom benne, hogy a norvégokat is kifogja. Norvégok húzás-húzás kontrás játéka nagyon gyors, ha kellőképpen gyorsak lábbal a lányok, akkor az átlövések ellen biztos, hogy hatékony lesz ez a védekezés. Horváth. Nagyon jól játsz a Szlovákia ellen. Hornyák, a helye úgy, ahogy megvolt. A lövését azonban fogta a kapus, és ott az indulás! És nincsen sajnos védés. Kurtovics második gólja. 4-4. Élnek az erejükkel, ez a lerohanás, ez életveszélyes. Elő-visszaindulással kellene jönni a gyerekeknek. Amint valaki kapura lő, többinek már el kellene indulni hátrafele, hogy le tudjuk őket fékezni, mert ezzel a sprinttel gondjaink lesznek. Rócz Gáván is ugye erre hívta, akkor elsősorban a figyelmet. Nem szabad hagyni, hogy leindítsanak minket! Hornyák! Ami az előbb nem jött be, azt most végigvitte Hornyák Dóra. Neki is kell az önbizalma szempontjából. Hiszen ellenállhatatlan és megállíthatatlan tud ő is lenni, hogyha lendületbe jön. Megvan az első gólja, amúgy 12-nél tart, csak úgy, mint Zácsik, és gyönyörű labdaszerzés! Na gyerünk, Kriszta, vidd végig, csináld meg! Igen! Bravo! Ez a feladatot Rót Kálmán adta ki a szélsőknek, el kell vinni ezeket a labdákat, és fegyelmezett taktikával fantasztikus, szép dolgot csinált a Kriszta. 6-4! Ezért van jutalmú jár a harmadik verszak, hogyha
úgy állunk. Merk, kapufa, és miénk a labda. Szembe kell állni a lövő kezével, mert minden belső játékos ezt a technikai elemet kitűnően hajtja végre. Kovacsics. Jó kapusnak szerencséje van. Hornyák. Kovacsics. Bejátszotta. Kőkeményen megfogták Horváth Bernadettet. Szlovákia ellen nagyon-nagyon elevében volt. Gólig jutott, összesen 80 neki az Európa-bajnokságon. Törölni kell, ez lett majd a másik probléma, főleg az idő előre haladtával, de már most lehetne egy teljes törlést tartani a pálya egész területén, azt hiszem. Okosan fel kell használni a levegővételre, pihenésre. Ez az 5-10 másodperc, ez kitűnő arra, hogy kifújja magát egy játékos. Szalai. Kőkemény ütközés volt, de szerencsére nem ő húzta rövidebbet, hanem Ittereng. Pedig ő volt szabálytalan, és legalább 20 kilóval nehezebb Szalai Babettnál, hanem itt a reng. Talán az egyik legnagyobb darab norvég hölgyről van szó. 183 cm magas. Természetesen Babett, az egyik legvékony dongájú magyar lány. Egy értelemszerűen itt a reng az, aki elvileg az ütközésnél esélyes volt. De hát vannak azért itt érdekességek. Hogyan? Megint elindul, Ittereng pedig kilép rá. Norvégok váltottak védekezésbe, Kovacsicsot emberfogással fogják, szoros emberfogással. Szácsik! Illetve... Kitolja Runde Brandt, de mi jöhetünk? Mert csak oldalra tudtak kiütni. Kovacsics! Hordják! Jó volt pedig a közbelövés. Hárított a kapus a felső lét segítségével. Bravo! Kovacsics gyönyörűen ütötte el a labdát, pedig már a kapukra tört volna Zolberg. Nem jó a visszarendeződésünk, feltétlen ez a javítani kell. Megint négy emberünk hátul maradt, lemaradt, nem értek vissza. Kovacsicsnak sokat köszönhetünk idáig. Zolberg beindul a figura, nagyon szépen ütközte le Kovacsics. Christian Szent. Jók ezek a labdacsapás kilépések, hiszen a norvégok gyors húzással játszanak, és el lehet vinni ezeket a csuklópasszokat. Merk, Szalai megfogja, szabad dobás. Merk, megint nagyon jó a védekezés, és megvan a labda. Deáki. Hornyák, végig megy. De másodszor is csipogralja Rundbraten, és már indulnak is a norvégok. Zolberg a másik oldalon. Zolberg talál be. Sanna Zolberg. Csak a leindítás. Szinte csak ebből eredményesek a norvégok. Máshogy nem tudnak gólt lőni. De hát az a kérdés, hogy meddig jutnak ezzel a fegyverükkel, amely mindenki ellen gyakorlatilag nyerő fegyvernek bizonyult. Bár ők szorosabb meccseket játszottak, mint mi. Zácsik, hát mondanom sem kell, mind a három meccsüket megnyerték. A spanyolok ellen volt a legszorosabb meccsük, azt három góllal nyerték. Ami gond, hogy a norvégok az öt gólból négyet indítás lerohanásból lőttek. Kovacsics. Hornyák, Zácsik, Kovacsics megint! Megint elengedte! Negyedik gólja! Érezte ennek a mester a súlyát Kovacsics Anikó. Én azt hiszem, mert eddig az ellenállhatatlan játékot még talán tőle sem láttuk. Volt ebben némi cunder is ebben a lövésben. Christiansen, Markussen, és ott látott valami olyat a bíró, amit nem szeretett volna méghozzá. Horváth Bernadett a nyakát, a nyakánál fogva rántotta le a bíró szerint a norvégot. Nem volt ez azért annyira súlyos, én azt gondolom, de minden esetre megvan az első kiállítás a meccsen. Ember előny.
40, tehát a norvégok. A spanyolok ellen volt meglepően sok az az idő, amit emberelőnyben játszhattak. Ugye a nagyon szoros meccsén a norvégoknak, ez már talán passzív kéne, hogy legyen emberelőnyben. És az utolsó pillanatban Markussen betalál. Közben Roth Kálmánt az ellenőr figyelmezteti. Pedig neki nem kell leülnie a padra. A két edző közül az egyik állhat, a másik pedig néha fölállhat, beszélt a játékosokkal, kommunikálhat, de tartósan nem állhatnak mind a kettőn. Szalai, Zácsik, ők is a mezénél fogva ráncigálják, de ez csak sárga lap lesz Homménak. Szóval azon a spanyol elleni meccsen mindössze 2 perc kiállítása volt a norvégoknak, 10 a spanyoloknak. És amíg a spanyolok csak 3 hetest dobhattak, addig a norvégok 7-et. És ezeken a szoros meccseken azért ez nagyon számít, hogy hova fújnak a bírók, nem mintha azért eddig különösebb bajunk lenne velük. Zácsik! Tamás! Nagyon szépen becsapta az ellenfelét, és 7 méteres plusz sárga lap. De ez most már, ez a sárga lap, azt hiszem az utolsó húzása volt a norvégoknak. Markussen kapta, éppen hogy csak mellé ment. Tamás Krista még valahogy kihámozta magát a szorításból, és Kovacsics büntethet. Kapust cseréltek a norvégok, Szije, Zolberg. A kapuban 2 Zolbergük is van tehát. Nekünk megvan egy Kovacsicsunk, egy ellenállhatatlan Kovacsicsunk, aki az 5. gólját szerzi. Ebből 2 hetesből. Megint gyönyörűen mozgatta meg a kapust. Markussen irányít, és Markussen játsza be a labdát, és ember előnyben, mert volt még 15 másodperc a magyar ember hátrányból, gólt szerez Hanna Ittering, akinek ez volt a második találat a beállóból. Ittering eddig azért nem nagyon rontotta a gólokat, 3-at lőtt. Volt olyan meccs, amikor nem talált be. Kovacsics. Kiegészült már a magyar csapat. Zácsik. Hornyák, hiba. Hiba bizony. Jöhetnek a norvégok. Indítani azért csak ne tudjanak, már 2-szer indulást reklamálnak a magyar kispadnál. De nem látták ezt a bírók. Még elég nehézkesen szedte össze a labdát Kurtovics. Markussen. 1 gól a magyar csapat előnye. És létszámazonos helyzetben a második olyan gólokat kapjuk meg, ami nem indításból születik. Nóra Mörk, köszönöm be, mondom, tőle várhatjuk a gólokat, mert eddig 15-nél tart, és ezzel a legeredményesebb norvég játékos. Róka már kapust cserélt, ez Vivien gólja is volt egy kicsit, hiszen máshova nem tudta volna lőni ezt a átkozést a norvég lány. Zácsik. Hornyák. Hornyákat fogják meg keményen. Szandi bátrabban játszhatna szembe, vele szembe egy alacsony kislány van, ott egy-egybe bátrabban játszhatna, nagyon. Hornyák is elég bátor, de egy újabb védés, és sajnos Hornyák lövéseit rendszerint hatástalanítja Ruud Braathen. Szandinak kellene vállalni többet most már. Most viszont a védekezésre kell összpontosítani. Krisztiánzen tovább, Szalai, milyen kalapda? Megint jól működött a labda csapda. Szalait nem tudjuk indítani, Tamás Krista. Nem volt jó a bejátszás Horvátnak. Sok esély most nem volt arra, hogy helyzetbe kerüljön a magyar beállós. Megkapottuk, felesleges volt, erőltetni a befejezést. 8-8. Rendezett védekezési, nagyon jól működik ezek a labda csapdák, labdaszerzések, szuperek. Ebből kellene majd indítás gólokat lőnünk. Mörk! Belemenés egyértelmű, 2 magyart is bedöntött a 6-oson belülre. Zácsik!
nyák. Kovacsics. Odaütöttek neki Zolberg. Nem tudjuk befejezni a lerohanásainkat, visszaérnek a norvégok, időben megfordulnak. Hiányoznak az indításból. Hornyák helyén Lérát, hiszen Hornyáknak nem jöttek össze az utóbbi lövései. Megpróbálkozunk a hipóval játszó magyar játékossal, Lérát Vivienne-nel. Tamás! Gyönyörű gól! Bravo! Nagyon kellenek a szélső gólok, mert ebből nem sokat láthatunk idáig. Tamás Kriszta talán ma gyönyörűen kanyarodott fel, és lőtte ki mintaszerűen a hosszút. Nagyon nagy gól, óriási gól, Kurtovics nagyon nagy formával játszik, a harmadik találata, és egyszer ezt már egyébként elsütötte, hogy így felkanyarodott és úgy szerzett gólt átlövésből. Igen, jobb átlövő és jobb szélső pozícióba játszik, onnan pedig egy hosszú feladással nagyon jó lövő helyzetet alakítanak ki. Másodszor húzza oda vissza. Mörkel tudják cserélni egymást. A variáció úgy kívánja, Zácsik. Az a jó, ez jó tendencia, oda kell menni a Szandinak. Ezen a területen kéne játszani a betöréseket, átlövéseket. Annál is inkább, mert most két norvég játékost is öntött Zácsik, és mind a kettőt ápolni kell. 9-9, közel 20 perc telt el a mérkőzésből. A részeredményeket sorolja egyébként a hangos bemondó. Vannak már végeredmények a mai napról. Talán ami a felsőházból említést érdemel, az az, hogy az oroszok felettén nagy különbséggel 11 góllal legyőzték Svédországot 33-22-re. Ők ugye csoport másodikak voltak, tehát létfontosságú volt ez a győzelem a szempontjukból. Zácsik! Zácsik tör be, 7 méteres! Ez a jó játék. Ebben rengeteg lehetőség van, és amikor majd odafigyelnek jobban a Szandira, akkor lesz a jobb oldalon is több hely, meg a beállón. És úgy látom, valóban Nóra Mörköt meg lehet verni ilyenkor, mert ő védekezik ott az egyik legalacsonyabb norvég. Most már nem először hoz össze büntetőt nekünk. Kovacsics Anikó eddig 2-ből 2 a mérlege büntetőből. Sajnos nem lesz 3-ból 3, mert ezúttal Szia Zolberg beállítása a kapuba bejött, pedig az imént kifogott rajta Kovacsics. A büntetőket eddig, a 7 métereseket 9-ből 7-et dobtunk be. Most tehát ez változott, 12-ből 9-re a másik oldalon, 14-ből 12 volt a mérkőzés előtt, tehát jól lövik a norvégok. Ma is volt már értékesített büntetőjük, óriási zicsert hagy ki Szene Zolberg, ezt most köszönjük meg neki. Marad a 9-9. Lérant. Deáki. Deáki nem lehet megállítani szabályos eszközökkel. Honmét állítják ki, megvan a norvégok első kiállítása a meccsen. Báton végigvittük a lerohanást, Deka észrevette, hogy nagy terület van. Szuper, ez kell. Nem szabad megállni a lerohanás végén, tovább kell vinni. Lérán, Kovacsics, Zácsik. Zácsik le a szélre, ezt be lehet vállalni Szalai. Be is vállalta, de megfogta Rundbráten. Jól véd a norvég kapus. Eddig nagyjából az eredményt illeti úgy alakul, ahogy vártuk, nagyon szoros. Nem játsszuk ellenállhatatlanul, de lesz ez még jobb. Nagyon bízom benne. Főleg így, hogy Szalai labdát szerez. Horváth! Ezzel megállították a támadásunkat Markussen, és újabb 2 perces kiállítás. Kicsit gondolkodott a játékvezető, de aztán szerencsére befújta a 2 percet, és így 1 perc 15 másodpercig kettős ember előnyben játszik a magyar válogatott. Teher ez egy csapatnak, 4 ember ellen kell gólt lőni, az mindig egy picit teher. Remélem most a lányok
ezt a terhet könnyen megoldják. Ezt a feladatot könnyen megoldják. A nyakán azért már vannak külsérelmi nyomok Veronika Christiansennek. Bement a darálóba. Zácsi. Lérán. Kovacsic. Zácsiknak vissza. Nem jönnek a lövések, hogy igazából tőle sem. Úgy, hogy azt várnák. Rundbratennek ezúttal nem volt nehéz dolga, és ne felejtsük el, hogy kettős emberelőnyben puskáztuk el ezt a lehetőséget, ami azért elég nagy luxus. Megint úgy érzem, egy kicsit korán fejeztük be, belefért volna még 3-4 passz, és tiszta a gólhelyzetben tudtuk volna. Most viszont akkor nagyon figyeljük. Mert a norvégok láthatóan semmit nem akarnak kezdeni, csak húzni az időt. A bírók most adnak nekik egy szabad dobást, és természetesen ez nekik dolgozik. És aztán kettős ember hátrányból gólt kapunk. Ez nagyon nem hiányzott. Nóra Mörk villant. Ez volt a második gólja. Az a baj, hogy tudtuk, hogy ezt fogja csinálni, és mégis megcsinálhatta. És most már nem először lő ezzel a stílussal kapunk. Szabad az út, és Tamás Krisztóf harmadik gólja. Ezt a szépen lejátszottuk, Kovacsisnak volt remek az észrevétel, a helyzet felismerése. Tamást meg lehet játszani, hiszen most jöhetett csak vissza az egyik kiállított norvég. Tehát innentől kezdve 35 másodpercen át szimpla előnyben a csapat. Itt sem jöttünk ki jól ebből az előnyből, dupla előnyből. Hát döntetlenre hoztuk a dolgot. Megérkezett Oftedal. Áll a labda, be tudja játszani, és bedobja Kurtovic. Ezúttal a beállóból, hát univerzálisak ezek a norvég játékosok, szinte mindenki mindenütt feltűnik. A negyedik gólja. Lőtt már átlövésből, most őt játszották meg szépen beállóba, Amanda Kurtovic. És amikor kiegészülnek, Homme labdát lop. És lehet, hogy időt kell majd lassacskán kérni. 12-10-re vezetnek a norvégok. Oftedal a gólszerző. Nagyon szerencsétlenül jött ki a dolog, hiszen egy passz közben tudott belenyúlni Christine Homme a képe, hogy csak visszatért a büntetőpadról. Zácsik. Lérát, igen, közben lőtt Lérát, Vivien. Ez nagyon jól csinálja, nagyon jól tudja, és ma lesz is ennek van lehetőség erre a lövésre. Nagyon figyelnek Zácsikra és Kovacsicsra, jobb átlövőben kellene bátrabban többet lőni talajban. Egy góllal mennek a norvégok, ugye 9-9 után vették át a vezetést. És persze vezettek 2-1-re még a meccs elején. Zolberg! Szépen tolta ki Janurik kapufára. Nagyon kellenek a védések és hátul. És nem az, hogy így elhagyjuk a labdát, Léránt és Tamás. Ugye a legjobb kapus teljesítménye a magyar csapatnak volt idáig. Víg Vivien 49%-kal, Janurik Kinga az egész mezőny legjobb kapus teljesítményét produkálva 52%-kal védett. És ma nagyon-nagyon kellenek a védések, lányok. 5 perc van még hátra az első félidőben, most türelmesen játszanak a norvégok. Nincs meg. Kurtovic megint a szélről az 5. gólját szerzi. Védekezést váltottunk, 5-1-es zavaró védekezésre próbáljuk távol tartani a lövőket. És az időkérés is, amiről beszéltem, az most megszületett. Hallgassuk akkor Rócz Kálmánt, most Lérántnak magyaráz. Bepasztolják a lábad alá! Gyerünk be az ötöste magad! Rócz Kálmán arra használta föl ezt az egy percet, hogy rendesen kihozza a lányokat, megpróbálja felrázni őket. Miközben itt még a pápaiak arra is ügyeltek, hogy egy kis show műsort is tartsanak, egy táncos bemutató
a parkett, de úgy parkett, ez már rég nem az, minden esetre a pálya közepén. Az is külön érdekesség, hogy a francia csapat annyira tele van a csarnok, hogy nem fért már be. Ők az előbb játszottak, nem tudtak hol állni, ezért ilyenkor a mi mini stúdiónkból nézik a mérkőzést állítólag, és ott jegyzetelnek, ami azért elég furcsa. És hát állítólag nekünk drukkolnak. Velük mi mindenképpen szeretünk játszani. Szalai. Zácsik. Kovacsics, bátran lányok, nem jó, nem volt jó a passz a Kovacsicsnak. Kurtovics játszik össze, és ezúttal Víg visszacsere volt a kapusposzton nálunk. Víg a kapuban, az utolsó gól miatt szinte le Janurikot, úgy hallottam, a vezetőedző, amikor a talp alatt dobták be a labdát. Tehát ennek nincs jelentősége, itt az kell, hogy valamelyik kapusunk is elkapja a fonalat. Mint hogy az kell még, hogy Kovacsicson kívül valaki más is elkapja a fonalat, talán Tamás Krista az, aki még ma jól játszik. Hornyák, Tamás, passzív sajnos, passzív. El kell lőni, de hát Kovacsicsot óriásit löktek. Nem volt igazán helyzet. Hornyák, illetve Kisfaludi melegít intenzíven, úgyhogy ő fog érkezni Horváth helyére. Zácsik is bent van. El kell lőni, gyerünk, Szandra, igen! Ez az! Igen, a nagy bajban ez követendő taktika, hogy szabaddobást kiharcolni. Három ember zár, és az Ácsik Szandi majd, hogy a Deáki átlövi a viszonylag alacsony norvég falat. Végszükség esetén ehhez a fegyverhez is majd hozzá kell nyúlni. Egyébként ebből a szempontból, de ezt majd a szakértőnk így elmondják, szerencsére közben Krisztiánzen mellé durrant, hiányozhat Drávai Gyöngyi, hogyha az átlövőink nem úgy szuperálnak, ahogy kellene, hiszen ő nagyon kis helyről is tud hatalmas bombákat 10 méterekről megereszteni. Tette ezt Montenegro ellen is például kiválóan, amikor csereként állt be és 3 gólt lőtt. Az egy rossz bejátszás volt, és jó védekezés nálunk, Deáki. Ugye igazából még a sistergős Deáki bombák ma nem jöttek úgy, persze támadásban nem is volt benne sokat Deka. De a cserei most is megvannak, szabad dobás. Norvégok lefékeznek bennünket, Kovacsicsot letámadják a félpályán, és lelassul a lerohanásunk. Bátrabban kellene a jobb oldalon felvinni a labdát, és ott befejezni az indításokat. Kijegyzetelték, hogy Kovacsics viszi föl, és osztogatja el a levonásainkat. Ami szintén fontos lehet, hogy talán hosszabb a kispadunk, bár a norvégok ezzel kapcsolatban elég érdekesen nyilatkoztak a VB előtt, amikor a kulcsjátékosokra kérdeztek rá, mert ők azt mondták, hogy 16 kulcsjátékosuk van, mindenki egyforma. Zácsik! Ő meg egyformán nagy gólokat tud dobni! Ez volt a harmadik ezen a meccsen. Bédületes bombagól, amiben csak beleérni tudott Rundbráten. 13-13, 2 perc a félidő végéig. Szélről nem szabad gólt kapni abból a helyzetből. Val Bravo Vivien. Kisfaludi mehet. Kisfaludi beforgatja az emberét. Csak egy szimpla szabad dobás. Markussen volt szabálytalan. Pedig ez ígéretes volt. Talán megért volna egy képmutatást. És lélektanilag is fontos helyzetben az első félidő vége előtt visszavehetnénk a vezetést, ha ezt az akciót góllal fejezzük be. Igen, erről van szó! Jól van! Zácsik Szandra negyedik gólja! Szani is elkapta a fonalat. Kovacsics mellett ő a második legeredményesebb játékosunk. Most a norvégok kérnek időt. Ilyen sok gólt talán még nem lőttünk ezen az EB-n, az első félidőben. Támadó játékunk kezd egy kicsit javulni. Ez persze arra is rámutat, hogy elég sokat is kaptunk, 14-13 az első félidőben. Ugye az magyar válogatott a mérkőzés előtt 53 kapott góllal áll, a norvégok 65-tel. Na talán bele tudunk hallgatni Rót Kálvánba. Ez
ez most nem volt egy hosszú eligazítás. A hátra lévő egy percre a lányok tudják a dolgukat. Én úgy érzem, össze is szedték magukat az első időkérés óta, amit ugye Rót Kálmán kért ki. És amiben még egyszer mondom, talán bízhatunk, hogy erőllétileg a miénk nagyon-nagyon össze vannak rakva. 7 hetet készültek együtt. Már a norvégoknak is jól sikerült a felkészülés, ők Horvátországban edzőtáboroztak és nemzetközi tornán is részt vettek, ahol a svédektől ugyan kikaptak, tehát nagyon sok csapatot meg megvertek. Ők is jó formában vannak. Most kezdődik az utolsó perc. Hurtovicsra figyelni, figyelünk is rá nagyszerűen. És Kispalud is remekül szűri meg a norvég támadást, Hoftedalt. Vittereng. Markussen. Megint beindul a figura. Hurtovics jól van, ezt már nem tudja eladni. Ezt kétszer eladta, most már többet ne tudja eladni Kurtovics, hogy fölkanyarodik és átlő. Deáki, Kovacsics, Deákinak vissza, ez pedig jó lövő helyzet volt, Rundbráten védett. Kovacsics zavaró védekezése, jó döntés volt, megakadályozza a jobb szélső fölkanyarodásból a változásait. Lassan lőni kell, Zácsik, még tovább, most kéne lőni, Zácsik el is lövi. És az indításra már talán nem marad idő, mert ebben a pillanatban vége a félidőnek. Így is van, jól van, vezetünk. Ez a lényeg. Valami iszonyatosan nehéz mérkőzés. És nem is várhatunk könnyebbet a második félidőtől. 14-13-ra vezet a magyar válogatott. Volt egy nagyon komoly hullámvölgy 9-9 után, de abból kijöttünk. És talán most már kontrollálni tudjuk a norvégok támadásait. Tudtuk, hogy jó meccs lesz, tudtuk azt is, hogy nagyon nehéz a norvégokat legyőzni. De én azért azt gondolom, hogy vannak biztató jelek. Hát még, hogyha mondjuk a kapus teljesítmények is feljavulnak majd a második félidőben. Most elmegyünk egy kicsit pihenni, és aztán jövünk a folytatással. Egy rémrendes család. Tényleg az lesz, amit mondtál, papa? Enni fogunk. Gondolom, ez is csak annak jó, aki tud olvasni. Hova akarsz menni? Hawaii-ba. Oké, akkor én Európába. Jól elrontottad a napot. Ne tehetsz róla. Ne kérdezz többet, öregnek nézel-e ki. Én vagyok a férfi. A főnök. A király. A góré. Minden nap 18 óra 30 perckor a Poén műsorán. További információkért keresse kábel szolgáltatóját. A Peugeot bemutatja kínálatának legnagyobb rakterű modelljét, a Boxert. A 2008-as év haszongépjárművét, az Expertet és a Partnert, amiben a rakomány mellett 3 személy is elfér. Ismerje meg további modelljeinket is a Peugeot haszongépjármű roadshowján szeptember 2-a és október 27-e között. Már megint az egómat építem. De figyelj, a Vivin eljátszol, mi is bejön és nyersz. Az egód rögtön ilyen nagyra nőhet. Viszont ha vesztesz... Play for real. Bwin. Sportfogadás, póker, kaszinó, játékok. Szia, anya! Norbi, édesem! Norbi! Norbi, gyerekek! Ott a tű! Ráérsz még bemutatkozni. Borsodi, az élet habos oldala. A világ bonyolult, nehézkes. Nem az az okos, aki azt hiszi, mindenre tudja a választ, hanem az, aki tudja, hogy hol találja azt. Az aranyoldalakban. www.aranyoldalak.hu. Cégkereső több mint 250 ezer bejegyzett partnerrel. Útvonaltervező, térképes keresés. És új szolgáltatásunk segítségével a hirdetőket akár ingyenesen is hívhatja. Az aranyoldalak kapcsolja a partner. Aranyoldalak. Mindig nyerő. Könyvben és CD-n is megjelenik.
Lásd a teljes képet. A panoráma képkészítő Samsung C30-50-nel. Most kettőt is elvihetsz 0 forintért, akár üzleti előfizetéssel is. Vodafone. Egyre többet adunk. A műsor a hatos lótó szervezője a Szerencsejáték ZRT segítségével jött létre. Csak kétféleképpen élheted az életed. Vagy abban hiszel, hogy a világon semmi sem varázslat, vagy pedig abban, hogy a világon minden varázslat. 800 millió forint. A régi középiskolámat támogatnám valamilyen szinten. Hatalmas lakás venni fogalom, csak akkor már mondjuk egy Dunaparta néző panorámás lakást. Megnézem a világ hét csodáját. Apukámnak vennék egy kombányt, mivel ő gazdálkodik, és mindig szeretne minél többet. Régen az emberek azért fordultak a jósokhoz, hogy megtudják a jövőt. A jövő azonban szeszélyes, mert a jelenben hozott döntések irányítják. A műsor a hatos lótó szervezője a Szerencsejáték ZRT segítségével jött létre. No, hát vezetünk a szünetben, ami jó hír, ami viszont kevésbé, hogy egyáltalán nem könnyű mérkőzés, bár gondolom senki nem számított a norvégok ellen könnyű mérkőzésre. Lesz miről beszélnünk, lesz mit elemeznünk Papp Györggyel, akivel szokás szerint itt vagyunk a félidőben. Magyar góllal kezdődött a találkozó, aztán egy kicsit nem találtuk a fonalat, értékeljük a látottakat, azt gondolom, hogy igazi meccs hangulat van, jó lehet most a lányoknak a pályán, és hát az a szerencsénk, hogy azért van egy Kovacsic, aki az erején rendet tett. Így van, nagyon nagy mérkőzés, óriási taktikai harc, óriási egy-egy elleni párharcokat látunk. Nagyon-nagyon jó volt az elején az, hogy mi a zárt védekezésünkkel megpróbáltuk a norvégokat a gyorsjátékban egy bizonyos szinten a betörésekben megakadályozni. Fölléptünk, fölütköztünk, kiléptünk, megtörtük a támadásaikat, és nagyon-nagyon jó volt az, hogy a saját fegyverükkel, ugye a Kovacsic Anikó a test melletti közbelövésekkel mindjárt az elején három olyan lövéssel meglepte őket, és hát ebből sikerült egy előnyt kovácsolnunk. Az ötödik percben ugye 2-2, a tizedikben 4-6, aztán így változott az állás, de végig nagyon szoros a mérkőzés. Igen, igen, nagyon szoros a mérkőzés. Egy-egy játékos főszerepet vállal egy-egy játékrészben, ahogy láttuk az elején a Kovacsics Anikó, aztán utána a norvégoknál előkerült ez a Kurtovic, aki szenzációsan kézilabdázik bármely pozícióban, akár szélről, akár beállóba kerül, akár átlövőbe, eredményes tudott lenni. Nagy szerepe volt annak, hogy a norvégok ilyen szorosra főzárkoztak. És a Lézer Rákos, bocsánat, hogy szabadba vágok, mondta, hogy univerzálisak a játékosok, bármit tudnak játszani. Így van, a mai kézilabdában most már, és ez megfigyelhető volt az Ifjúság Európa bajnokságon is egy hónappal ezelőtt Szerbiában, hogy ma már nincsenek kötött posztok. Ma már minden játékos szinte azt lehet mondani, hogy minden pozícióban föl kell, hogy találja magát, minden pozícióban eredményesnek kell, hogy legyen, hisz annyira fölgyorsult a játék, annyi sok keresztmozgás van, annyi sok helycsere van, annyi sok területváltás van, hogy ezekből a területekből is eredményeseknek kell, hogy legyenek. A mieinknél azért még dicsérni kell nem mást, mint ugye Zácsikot, valamint azért Tamást, tehát ugye Kovacsic mellett ők azok, akik hozzátesznek, méghozzá nagyszerű és nagyon fontos gólokkal. Igen, a norvég védekezésből adódóan középre elmozgattuk ugye a Kovacsics Anikót, akár az egyik oldali lövő pozícióba, akár a másik oldali lövő pozícióba, ezzel a zavarót egy bizonyos szinten visszatoltuk. Ugyanakkor lehetőségünk vált arra, hogy szélre kijátszott labdákból a Tamás Kriszti nagyon szépen és nagyon eredményesen három gólt is lőtt, nagyon fontos időben. Hajdú János is említette, hogy lerohanásból nagyon eredményesek a norvégok, épp egy ilyet láthattunk. Igen, a lerohanásuk a szuper sebességgel hozzák, nagyon-nagyon gyorsan kijátszák a labdát, pillanatok alatt átérnek az ellenfél területére, egykezes labdabirtoklás, fölülpasszok, nincsen csuklópassz, gyors átadások, és a folyosókat iszonyatos sebességekkel használják ki, és hát biztos kézzel lövik az ügyszereiket is. A fél idő végén nagyon kellett Zácsik három gólja, és ami még azért, hogy negatívumról is beszéljünk, az szembetűnő volt, hogy a kettős ember előnnyel nem nagyon tudtunk mit kezdeni. Sőt. Igen, igen, sajnos ez egy jellemző dolog, hogy nagyon sokszor a csapatok azonossággal, létszámazonossággal jobban játszanak, mint ember előnyben. Ezért látszott is a kettős ember előnyé, vagy az előtt a szimpla ember előnyé, hogy elbizonyítva meg akartuk csinálni, de valahogy egy technikai hiba, egy rossz passz, egy rossz mozgás közben jött. Mindenképp tehát figyelnünk kell Kurtovicsra, valamint arra, hogy ez a sok-sok pontatlanság, amit láthattunk, ne jöjjön közben. Láthatunk egy statisztikát. A szembetűnő az az,
A norvégoknak 59%-os a lövő statisztikájuk, míg a milyen 50. Ebben benne van az, hogy a mi lövőink igazából az Ácsik kivételével pontatlanul lőttek, a Deáki Dórinak, a Hornyák Dórinak az átlövése is benne vannak ezekben a statisztikákban. Sajnos ugye 7 méteres is hibáztunk. Van, pontosan. És hogyha már itt tartunk, Drávai Gyöngyi nem játszik. Ezt Léder Rákos kommentátor kollégám említette, hogy megengedhető-e. Tudjuk, hogy válsérülése van, de... Hát igen, egy ilyen mérkőzésen, egy ilyen tétű mérkőzésen egy olyan játékos, mint a Drávai Gyöngyi valószínűleg hasznára tudna lenni a csapatnak. Nem mindig van az a váll, amit nem lehet összerakni, gondolom az orvosi stáb is ezen dolgozott, de hogy nincs a pályán, valószínűleg ez az indoka neki, hogy igazából tényleg komolyabb lehet ez a sérülés. Pap Györgynek köszönjük szépen, már is a szó Léder Rákosé, következik a második félidő. És hát olyan a bűvös második félidő, mert eddig ugye a magyar csapatnak nagyon jól sikerült a második 30 perc. Azt gondolom, hogy erőben mindenképpen felülkerekedtünk látványosan a szlovákokon és a montenegróiakon is. És hát a francia meccs pedig olyan volt, hogy már gyakorlatilag az első félidőben eldőlt. Tehát eddig nem volt igazán kiélezett végjátékunk. Ha erre kerül a sor, akkor mi dönthet természetesen a javunkra. Ezek a lányok NB1-ben meghatározó játékosok a csapatukban, BL meccseken játszanak, Európa Kupa meccseken játszanak, mint Hornyák Dóra, Kovacsics, Zácsik, rutinos játékosok, biztos, hogy meg fogják oldani, nem ijednek meg. Elég gátlástalanok idézőjelben a befejezéseket illetően, a végjátéktól nem félek. Reméljük, hogy nem lesz rá szükség. Hát reméljük, annál is inkább, mert ugye azt hangoztatták a norvégek, hogy 16 egyforma játékosok van, természetesen ez mese habbal, mert azt azért látni kell, hogy például Mörk 58 perceket játszik egy mérkőzésen, Oftedal 56,5 percig van pályán, ami egészen elképesztő, sőt volt olyan meccs például a norvég-spanyol, amikor Mörk egyetlen másodpercű pihenőt sem kapott, végig fönt volt. Tehát én azért azt gondolom, ezek kellenek, hogy számítsanak a folytatásban. Nagyon jól kezdtük a védekezést, megint egy lapacsapával letámadtuk a gyors húzásukat, és technikai hibára kényszerítettük a dán játék, vagy a norvég játékos. Egy góllal vezetünk, Kovacsics pedig bemondja a figurát, Zácsik. Kisfalud is akkor most már húzamosabb időre azt hiszem lehetőséget kap, hiszen Horváth játszott az első félidő jelentős részében. Beállóban Zácsik. Volt egy lökés, szabad dobás. Ez azért érdekes, mert ugye Kisfalud nagyon jól játszott minden meccsen, amikor lehetőséget kapott, de mindig Horváttal kezdett. Rócz Kálmán. Kisfaludi. Kovacsics, Zácsik, Hornyákat fogják meg, Krisztiansen, Zácsik megint, ott volt a lehetőség a lövésre, Kurtovicsról vegy ki a labda, Szalai. Nagyon jól lő a Szandi, leszorítják a falat, szenzációsan ugrik és nagyon erős a lövés. Kovacsics, most megállt a figura. Itt eltanácstalanodtunk, és a norvégok jöhetnek. Jól van, nem tudnak indítani, illetve csak magukat okolhatják, mert Nora Mörk azt hiszem a legmeghatározóbb játékos ennek a norvég csapatnak. Szerencsére nem játszik úgy a mai napon, ahogy azt sokan várnák. A védekezésben is verhető, eddig két gólt dobott mindössze, és most sorra adja el a labdákat, ami nem rával. Hornyák. Befutunk két beállóra, és nagyon magas, zavaró játékos szétszedi a csapatunkat, azért kerülünk nehezen a helyzetbe a két beállós befutás után. Érdekes, mert Szana Zolberg az, aki amúgy zavar, de ő támadásban szélsőként szokott játszani. Gyönyörűen forgatja be az emberét Kisfaludi! Bravo, Anett! Az egész Európa-bajnokság talán pozitívabb meglepetése az ő teljesítménye, 15 gólnál tart most már Kisfaludi Anett. Amikor lehetőséget kapott, ő mindig élt vele. Lejátszák a szélig,
A szélre is természetesen ki más, Kurtovics talál be. Én azt gondolom, hogy Amanda Kurtovics tartja most a norvég csapatot életben. Rajta kívül a többiek maximum két gólig jutottak, ő hatig. Ezúttal a szérről volt eredményes, tényleg már mindenhonnan dobott gólt, beállóból, átlövőből, felkanyarodva, szérről is meg kell fogni, és most támadni kellene, lányok. Zácsik! Nem volt egy magabiztos befejezés, azt kell, hogy mondjam. Sanna Zolberg, Markussen, Mörk. 15-14-nél Markussen irányít, Mörk. Elég érdekes, mert a belső hármas ember meglehetősen alacsony a norvégoknál, tehát a két átlövő poszton lévő játékos és az irányító alapfelállásból, de mondom, rengeteget változtatják a helyüket. És két viszonylag magasabb játékos a szélről indul. Egy lapos labda, Sanna Zolbergnek, de odaér lábbal Tamás Krista. És elég régóta támadnak most már a norvégok, fenn is van a bírók keze. Most kell vigyázni, csak kellett mondanom, hogy nincsen igazán formában ma Nora Mörk. A harmadik gólja. Az irányító érdele kitűnően szorította le a falat. Előbb kell faltolni, és keményebben kell védekezni most már. 15-15. Zácsik. Gyönyörűen ment be, kár, hogy mellé dobta ezt a lehetőséget, ami már-már neki zicser volt. Mert ezzel most élni kellett volna. 5 perc telik el a második félidőből, és vigyázni, mert a norvégek átvehetik, sőt át is veszik a vezetést. Kurtovics 7. gólja. Borulni látszik az elfogy célról, nem kell nagyon vigyázni. Erre a kislányra oda kell figyelni, mert ez rövidet is jól lövi, hosszút is jól lövi. Nem vagyok benne biztos, hogy ezt feltétlenül tudtuk, bár legutóbb már 5 gólt lőtt lábbal. Rundbraten. Egyelőre sajnos jobb a kapus teljesítményük is. Ez is azt bizonyítja, hogy ott még nem volt csere kapusposzton. Nagy erők, Vivi! Nem igaz, megint visszahúzzák a rövidbe neki. Ezt már eladta Kurtovics is párszor, majd Sanna Zolberg adja el. Igen, egy ilyen mérkőzésen hozzá kell tenni a kapusoknak egy kis pluszt. Most ez a plusz hiányzik még egyelőre. Már pedig azért furcsa a helyzet, mert a meccs elején attól rettegtünk, hogy indításokból ne kapjunk gólt. Gyerünk, Krista! Elemében van Rundbraten, szóval ettől féltünk, és aztán nagyjából az első félidő második felétől kezdve nem volt gyors indításos gólja a norvég csapatnak, tehát ezt ki tudtuk védekezni, de azóta a felállt védelmünket is remekül széthúzzák, és nem tudunk mit kezdeni Kurtovicssal elsősorban. Mörk. Kurtovics, Orják próbál kilépni rá, most fenn van a bírók keze, le kéne fújni, ez passzív, így van, elveszik a labdát. Zácsik, gólt kell dobni, lányok, gyerünk a net, igen! Bravo! A beállóst meg tudjuk játszani, ez egy nagy esély lehet. Perc telik el a második félidőből. Kettessel a pályán Homme. Őt pihentették a második félidő elején. Mörk labdája. Nem fog Deákin, az életben nem fog átmenni. Itt tereng. Remek párharc, két kitűnő alkotó játékos. Még egészen érdetlen felépítése van itt terengnek is. 183 centi, bravo Deka! Kezdünk úgy védekezni, mint a franciák ellen. Ez a felállás alkalmas is rá. Nagyon kellenek, nagyon-nagyon kellenek ezek a keménykedések. Meg kell mutatni a norvégoknak, hogy ki az úr a háznál. Még ezzel a képzavarral élve is.
8. perc a második fél időben, de hát ez a bizonyos felkészülés is erről szólt, főleg az eleje, lányok már önmagukhoz képes például, amikor súlyoznak 5-10 kilóval tudnak több súlyjal dolgozni, mint az edzőtábor előtt. Erőben jól állunk, jól kell, hogy álljunk a nagy meleg ellenére, itt a pápai szaunában. Rendbe rakták a norvég lányt. Homme! Mörk! Próbálják egyfolytában tömni labdával Kurtovicsot, mert ők is tudják, hogy ott jó kezekben van a labda. Gyönyörűen védekezett Hornyák, Szalai mehet, Szalai! Az már onnan nem tudjuk megcsinálni, 7 méteres és kiállítás, igen! Reméljük, ez többet ér, mint egy gól. Jó lenne ebből a előnyös helyzetből 2-0 csinálni. Nóra Mörköt állítja ki a játékvezető. Egyszer játszhatunk emberelőnyben majd, és elvállalja Kovacsics. A büntetőt ugye egyet már kihagyott. Hozzá góllal a meccshez Kovacsics Anikó, de most megint hozzáteszi a magáét. Ez volt a 6. gólja, a 3. 7 méteres, és megint, ahogy már kétszer is megtette, nagyon-nagyon megverte a kapust ezúttal az ilyen Zolberget. Zolberget szinte csak ezekre a 7 méteresekre hozzák be, egyébként Rundbráten végigvédi a meccset, legalábbis idáig. És ne felejtsük el, hogy kiegyenlítettünk, 17-17. Jakobsen a pályán 8-assal, és megvan Big Viviennél a labda. Nagyon nagy szükség lesz a védésekre, mondanom sem kell. Kovacsics, Hornyák, mit bedóra mondanám, és ne hagyd el a labdát. Kovacsics ezt megszerzi, így van, bravo Misike! Nem volt valami fényes átadás azért, ez norvég részről tegyük hozzá, de nagy sprintet kellett kivágnia. Az északiak annyi vakszot tesznek, vagy ragasztott a labdára, hogy labdavezetés közben leragad a labda a padlóra, most is ez történt. Zácsik ismét a pályán. És Léránt is szépen játssza le. Nem volt jó az ejtés, pedig nem lett volna az rossz elképzelés Tamás Krisztától. Ő is törli egyébként a kezét a mezbe, mert zavarja ez a rengeteg vax, ami a labdán van. Beleragadt a kezébe, hogy ejtésnél ez meg pláne fontos lenne. Markussen. Egész hihetetlen, de Mörköt pihenteti a vezetőedző, mondom, mert ember emlékezet óta nem volt példa a norvégok előző meccsein. Érkezik majd Ittereng vissza a kiállításból, mert ne felejtsük el, hogy ember hátrányban vannak. Szerencsések, de jól van! Big Vivien most remekül védett. Zolberg az ugyanis óriási szerencsével került vissza a labda. És ez most igazi nagy bravúr volt Vivitől. Odafigyelt a visszahúzottra is, vagy a rövid oldalas lövésre, és kirúgta a labdát. Elég sok gólt kaptunk a rövid sarokban. Megmondom őszintén, nálam volt is talán egy lélektani pillanat a második fél időben, ahol nem csodálkoztam volna, ha visszacserélik Janurikra, de lehet, hogy jól tette Rócz Kálmán, hogy fennhagyta Vivit. Hosszúnak kell összeszednie a labdát, szabad dobás lesz. A guruló labdát, mert pattanni ez már alig pattan. Zácsik! Rundbráten elég jó százalékot mondott magáénak, én azt hiszem ezen a meccsen. Jakobsen futtából! Markussen a második gólja. Vig beleért még, de nem tudta kitolni. A norvégok viszont megint kitolnak velünk, 18-17 oda. Hornyák. Most ő irányít. És aztán jön Kispaludi. Hornyák. Léránt. A Hornyákkal ellen
elkövetett szabálytalanságot fújta le a bíró. Nagyon hiányzik egy balkezes jobb átlövő nekünk. Ez a zavaróval kiszorítják a egyik oldalunkra a játékot. Zácsi gyönyörűen verte meg az emberét! 5 gólos Zácsik Szandra! Sajnos az első félidőben is csak mondtam, hogy ezt kellene csinálni. Jó lenne, ha ezt csinálnám, mert tényleg hihetetlen lehetőség van ott az egyegyezésben. És valóban ezek a váratlan megmozdulások rejthetik magukban a győzelem kulcsát. Megvan a labda, jól van Vivien. Kovacsics lendületből kitette a bal kezét, és emiatt belemenést fújnak, ez pedig indulás, Kurtovics, Szalai visszajön vele, jól van, szétbombázza a kapufát Kurtovics, szerencsénk is van ezúttal, de ez is kell. Azért hagyta ki az iccet, mert Szalai visszafutott vele és megzavarta. Remek teljesítmény volt. Szinte reménytelen helyzetből érkezett meg Szalai Babett. 18-18, fantasztikus a közönség, nem lehet elégszer kihangsúlyozni. Lénán, gyerünk Bogi, gyerünk, ez az! Hosszú bográka! Félről figyelni kell, mert a norvég kap is folyamatosan beugrik a hosszú sarokba. Kicsit kivárnak, és ezek a rövid oldalt is meg lehet majd lőni később. És ma nyújtjuk egyik szélről a legjobb teljesítményt. Tamás Kriszta gólya is ezt példázzák idáig. Most hosszú Boglárka gólya is. Mörk megint a pályán. Egy átadásba belenyúl hosszú, bravo! Meglehetesen hosszú átadásba. Jakobsen, Christiansen, Markussen, Mörk. Helyet csinálnak neki, onnan vitte végig. Lépéshibát reklamál a teljes magyar kispad. De hát megadják Nóra Mörk gólját. Ez volt a negyedik. Olyan hiteles volt a lövőcsel, hogy a védő is a labda után fordult. 19-19. Erre most nem számított igazából hosszú. Markussen, Mörk, most megint elkezdtek rohanni a norvégok, de ha így rohannak, akkor tegyék. Kovacsics, gyönyörű, Kisfaludi, igen, 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 igen! A harmadik gólja a netnek. Lenyűgöző, amit produkál ezen az Európa-bajnokságon. Megint vezetünk. Tehát ez így megy most már nagyjából 12-12 óta, amikor utolértük a norvégeket. Egy-két gól maximum a különbség ide vagy oda. Ugye volt 17-15, még a norvégoknak a félidő elején, most mi vezetünk 20-19-re. Nagyon úgy fest, hogy ebből nagyon meredek és komoly végjáték lesz. Negyed óra van még hátra a meccsből. Christiansen. Mörk. Markussen szándékos lábat reklamált a játékvezetőnél. Mörk. Markussen. Christiansen le a szélre. Zoltán nem olyan hatékony, mint a másik oldalon Kurtovics. És kiállítják Kornyákot most szándékos láb miatt. Ó, kérem szépen, csak nem az előző reklamálás miatt. Kézzel blokkolt, ez biztos, és lehet, hogy a kezéről a lábára pattant, de az nem 2 perc. Hát ez nem volt szándékos. Mondom, az előbb nagyon reklamált Markussen, lehet, hogy meghatotta a játékvezetőt a reklamálással. Így most ember hátrányban a magyar csapat. Elég kevésszer játszottunk abban a mai mérkőzésen. Több volt a norvég kiállítás, azért tegyük hozzá rögtön. Zolberg, van helye, volt helye, bőven volt helye sajnos, a harmadik gólja. Hosszú. Kovacsicsot fogják emberfogással, lemegy bal szélre.
Kisfaludi. Őt pedig ketten támadják meg, hiszen előnyben a norvégok, és ezt most jól kihasználják. Zácsik, Kisfaludi próbál cselezni. Két ember áll vele szemben, nem kellene neki egy játszania. Zácsik ezénél fogva löki kell Maja Jakobsen. Most elindul Kovacsics, Kisfaludi lőtt el a net, hát nem volt igazán jó lövés, hely sem volt már rá, de idősen, mert nem igazán nézték már jó szemben a bírák. A másik oldalon pedig egy gyönyörű védés! Bravo Vivien! Markussen volt itt szerben, szépen zárta össze a lábait Vivien. Húsz-húsznál van még 22 másodperc az ember hátrányból. Kisfaludi, Zácsik, Kisfaludi. Iszonyatos munka, amit elvégez most. Kovacsics próbál bekapcsolódni, de hát nem nagyon hagyják ezt a norvégot. Talán majd most, Kovacsics. Kifele kellene játszani jobb lövőből, és akkor kettő-kettőzni. Kiegészültünk, Zácsik! Oh. Miért nem jött be? Szandrának volt már a második fél elején is egy hasonló lövése, az is az ő szintjén abszolút helyzetnek számít, de most nem jönnek össze a gólok. Itt sem lehet különösebb panasz azért rá, de még mindig sokkal több van benne, én azt hiszem. 5 gólnál tart egyelőre. 20-20, 12 perc. Hova ment fel? Hova ment fel, te jó ég? Folkvor. Óriási gól. Azt hiszem egyébként Jakobsen lőtte. Édes mindegy, neki is az első gólja volt ez. Akár ő, akár Folkvor kanyarodott föl. Erre nem nagyon számítottunk. Hosszú. Most már 6-6 ellen. Kovacsics megpróbálja Kisfaludit megjátszani. Szabad dobás. Jó játék lett volna, szépen megverte a zavarót. Zácsik! Gyönyörű, na ez az! Sokkal nehezebb helyzetből, mint mondjuk az előbb. Nagyon nagy gólt lőtt. 6 gólos csak úgy, mint Kovacsics Anikó. És ő is hova fel tud menni. Ezt a meccset neki kell megnyerni. Zácsik, Kovacsics párosnak. Elő, támadásban. Ellépték a norvégok. Hornyák. Kovacsics. Igen, igen, igen! Norvégok elfelejtettek emberfogással védekezni ellene. Azonnal adott egy gólpasszt, most pedig lőtt egy nagyon szép gólt. Érdemes Hajdú Jánosra hallgatni, eddig mindig bejött, amit mondott. Nagyon-nagyon bízom benne, hogy így lesz. És majd kijelentő módban tehetjük azt, amit mondott Kovacsicsról és Zácsikról, meg a meccs megnyeréséről. Markussen, Christiansen, Oftedal, Christiansen, megvan Vivien! Jön az utolsó 10 perc. Montenegrót nagyjából itt vertük meg valahol. De hát annál a csapatnál jobb ez a norvég. Lérát megint a pályán. Kovacsics, óriásit löktek rajta. Oftedal, sárgát kap a norvégok edzője. Valeri Putánz. Mind a két edző próbálja befolyásolni a játékvezetőket, néha sikerrel. Igen, mutogatnak egyfolytában. Most Putánc van egyébként előttünk, tehát ezt jól is lehet látni, hogy kommentálja a játékvezető ítéleteket. Neki magyar csapat ellen van már kellemetlen emléke, annó klubcsapatával a Vác ellen még 2005-ben kekmeccsen oda-vissza kikaptak. Akkor ugye egy másik Hordyák, Hordyák Ági még a Vácban 8 gólt lőtt a két meccsen. Ő volt az egyik legjobbja a Vác csapatára. Zácsik! Gyönyörűen ment be! Gyönyörűen ment be! Ő is hétnél tart! Ami,
ami nagyon jó, hogy tudunk cserélni támadás védekezésbe, tudunk egy embert folyamatosan pihentetni. Szandi pihen, és Deka jön helyette védekezni. Kettő góllal vezetünk. És Deka nem volt még kiállítva, reméljük nem is lesz. Megvan a labda, bravo, önfeláldozóan Hornyák. Kisfaludi. Őt sem lehet egy az egyben feltartóztatni, remekül tartotta meg a labdát, mert ezt a feladatot is jól látja el. Óvok mindenkit a labdavezetéstől, életveszélyesé vált a labda, nagyon ragad, nagyon bizonytalan lesz a labdavezetés. Hosszú, ájjajajajajajaj, és ez már nem jött be egyszer, amikor váltottak Zácsika, valahogy ezt nem értik, de a norvégok is eladják a labdát. Nézd, hogy őket is zavarja a ragacsos labda. Örülnék, ha valamelyik felsőbe be tudnánk ragasztani most is a támadás végén. Mondjuk Zácsik, Lérán, persze neki is lehetne, de nem volt igazán jó lövés. Rundbráten fogja, aki végigvédi a meccset, most már nagyon úgy fest. Mörköt lovás közben, Kisfaludi már érezte, hogy ki fogják állítani. Gyorsabban kell megfordulni, mert nem adták fel a lerohanás lehetőségét a norvégon. És akkor nyilván támadásban majd megpróbálják megfogni Kovacsicsot, tehát megint nehéz, két perc elé nézünk. De két góllal vezetünk, és ez most azért vigasztaljon bennünket. És ahogy vártuk, hihetetlen izgalmak. Ugye amelyik csapat nyer, az gyakorlatilag ott van a legjobb négy között. Végigjátszák az akciót, de Vivien nagyon összeszedte magát, bravo Vivien! Pedig most milyen mély gödörből kellett kilábalnia. Ugyanazt a tréfát játszotta el, elindult a hosszúba és visszanyúlt a rövid oldalra. Remekül változtatott lépést. Felkínálta Szana Zolbernek a lehetőséget, és szerencséje Kurtovics mostanában nem villogott már annyira. Moglárkának kifele kellene cselezni, ott van a félpálya, át kellene emelni, és kis hármas védőt megverni kifele. Zácsika, próbálkozunk eljött, ez viszont belemenés, hát egészen más volt a labda lefolyása, mint azt Ajdú János mondta, és most védekezni kéne, de sajnos az óriási zicser volt, és itt tereng a harmadik gólját szerzi. Egy gólra feljönnek a norvégok, egy perc van még a kiállításból. Igen, hát valahogy a gyorslábú embereinket kéne talán itt megjátszani. Nagyon-nagyon nehéz. Zácsik. Hosszú. Zácsik. Talán behallatszódik, de Hajdú János próbálja adni az utasításokat, de tanácstalanok vagyunk így most. Ember hátrányban, és sajnos nem az történik, amit Hajdú János is kiabál befelé. Inkább csak szurkolói kiabálás. Már annyira izgulok értük, hogy nem tudom kéne kiabálni. A jobb oldalunkat nem tudjuk megjátszani ember hátrányban, sajnos. Christiansen kifelé, jól van. Nyugodtan lányok, akkor ne rohanjunk könyörgöm, mindjárt kiegészülünk. 5 másodperc. 6 perc van hátra a meccsből. 0-1-el kihúztuk ezt a két percet, azért ez így nem annyira rossz. Jön vissza Kisfaludi. Gyerünk, Szandra. Hornyák. Ugye jobbkezes. Szalai, ő is az. Nem volt igazán helyzetérzésem szerint, Rumbráten fogta a lövést. Mörk. Oftedál próbál gyorsítani. Visszajön Homme balátlövőbe. Magyaráz a norvég edző elég rendesen, mert most az ő lányai sem feltétlenül azt csinálják, amit mutogat. Fenn a bírók keze, mert eddig semmit nem csináltak. Az már úgy sok lesz. Egy szabadobást azért még kapnak. Itt tereng. 5 percen belül Deákinak kell megtartania Hanna Itterenget, a Biassen beállósát.
pufa, talán még ki is tolt a Vivien, nagyszerű volt, 23-22-nél. Ezt tessék hallgatni. Körülbelül 2000 ember megállás nélkül buzdítja a magyar válogatottat. Egy góllal vezetünk, de kéne kettő. Az most idegnyugtató lenne. Hornyák! Állj, de nem így. Megint az a fránya labdavezetés, amiről már volt szó. És kiállítják 2 perce Hornyákot. Ez most nagyon nem jó így a végjáték. Ma neki egyébként ez a második kiállítása. Egymás után 2 kiállítás. Róth Kálmán nem dicséri meg, mondanom, sem kell a csapatkapitányt. Igen, visszafogott valóban, Mörköt húzta vissza. Megint 2 nagyon nehéz perc. Mörk vissza. Megvan Vivien, jól van. Markussen nem fújta hetest, aki mutatja a bírónak, hogy ennyi bennyi. A bíró meg mutatja a norvég padnak, hogy ennyi bennyi lesz, hogyha még sokat reklamálnak. Nagyon határozottan vezetik egyébként a szerbek a meccset, és azt hiszem, hogy különösebben nem is lehet panasz rájuk. Kispaludi. Hosszú, Kispaludi. Szandra. Nem volt igazán helyzetben, nincs meg most a lendület a támadásunkban. Kispaludi. Zácsik, nincs lendület, nem tudjuk felmenni, lőni, ugye ez az, ami... Zárni kell a Szandinak, lerendezi majd. Hát akkor legyen így, gyerünk! Nem volt elég erő ebben a lövésben. Lundbraten. Időkérés. Időkérés. 53 másodperc még a kiállításból. 3-17 a meccsből, egy góllal vezetünk. Na itt van az a pokoli nehéz végjáték, amiről beszéltem. Nem lesz ember! Tudtuk, hogy nehéz lesz, a lányok is tudták, és ez a valóság. 2 kitűnő csapat. Mind a 2 esélyes az EB aranyéremre. És azt hiszem, hogy ha meg akarjuk nyerni az EB-t, akkor hozzá kell szokni az ilyen mérkőzésekhez mostantól, és a kiélezett végjátékokhoz. Ugye nem lehet tudni, tényleg elképzelhető, hogy akár erőre hozott a döntőnek is beillik ez a magyar-norvég csata. A küzdelem elképesztő a pályán. Nem merem előlegezni, hogy a spanyol csapatnál jobbak vagyunk, sokkal jobbak vagyunk. A mai mérkőzéstől függetlenül négy közé fog kerülni a magyar csapat. De nem lenne baj, ha a csoport elsőként mondani azt. Bizony nem. Egy gól az előny. Akár most is lefújhatnák. Nem indult el az óra. A zsűrinél vannak problémák, ezért kellett közbe fújnia a szerb játékvezetőnek. Hatalmas a beálló, valószínű, hogy a beálló körüli játékra fogják építeni az ember előnyt. Dekának, Deák időrának nagyon nagy feladata lesz az, hogy a beállót kerülje, illetve a zárásokból kibújjon. Próbáltam egyébként megnézni a paramétereit a norvégoknak, de a kilókat nem adták meg a lányok után, csak a testmagasságot. Ugye említettem, hogy ha illik, ha nem illik, azért néha tájékoztató jelleggel egy-egy adat jól jön ilyenkor, hogy mire számíthatunk. Hát szemlátomást, Hanna Ittereng azért fölveszi a versenyt fizikálisan Deákival. Az biztos, hogy egy számon nagyobb nadrágot volt mindegyik kislánya a mi lányainknál. No, még mindig megy a húzavona az órával. Itt most már nem számít az, hogy mi volt a múltban az elmúlt 3 csoportmeccse, hogy vették az akadályokat. Itt most már csak az számít, hogy ki tudja jobban ezt a hátralévő több mint 3 percet kijátszani. Zácsik és Kovacsics a legjobbunk. 7-7 góllal. Tehát azt jelenti, hogy a magyar csapat 23 góljából 14-et termeltek ők ketten.
és a fennmaradó 9-en osztozott Tamás Tiszta és Kispaludi, ők 3-3-at lőttek, Hornyák, Léránt, és hosszú lőttek még gólt. Eddig egyébként Dajka Betty nem volt még pályán egy másodpercet sem, és Turcsányi Krisztinát sem küldte be a vezetőedző Rócz Kálmán a mai összecsapáson. Jó jön ez a kis pihenő, nekünk szerintem Kovacsics, amikor nagyon sokat játszott, elől is, hátul is zavaró pozícióba kihajtotta magát, és a végjátékban szükség lesz az ő koncentrációjára, pihentségére. Na hát nyilván a norvégok is fellélegezhetnek, lehet, hogy kézi időméréssel folytatódik majd az egész. Nagyon úgy fest egyelőre itt a zsűridél, hogyha az órát nem sikerül rendbe hozni. Sajnos ugye ilyen közjátékra már sor került legutóbb is. De hát nem lehet tudni, hogy ez most kinek jön jól vagy rosszul. Ebben a döglesztő melegben nyilvánvaló, hogy a lányoknak azért talán használ. Na most akkor nem tudom, mennyire leszünk okosabbak, hogy a nagy órát mikor indítják és hogyan, de egyelőre nem megy a nagy óra, az biztos. És eladják a norvégok a labdát. No, Kovacsics. Megpróbálunk utána mérni, ez nem a hivatalos nagy óra, amit önök látnak, de bízzunk benne, hogy megfelel a valóságnak. Zácsik. Kisfaludi, Zácsik. Kovacsicsot megpróbálják kivenni, hiszen emberhátrányban vagyunk, de erre számítani lehetett. Kisfaludi, ajajajajajajaj, nagyon passzív lőtt el. Misike, kapunk egy szabaddobást, ezt el kell lőni, most kell megzárni őket, és Zácsikat próbáljuk meglövetni, gyerünk. És Szani, igen, ez az! Erről van szó! 24-22! Lehet, hogy kontaktívás volt a mikrofonon, visszajött a bal oldala is most már. Csak rá kellett ütnöm néhányat. Jó, hogy változtatott, és nem alsót lőtt, mert ott volt a kiskapus az alsó visszahúzott lövése. Ebben a nagy gólörömben. Nagy bejátszás, és gól! Hát ez nem hiányzott, persze. Kurtovics. 8. gólja. Léránt. Zácsik. Léránt, hosszú. Zácsik. Kovacsics. El kell érni, megvan. Hát remélem jó az óra, és akkor másfél perc, egyel vezetünk. Természetesen kiegészültünk. Nekünk kell venni egy nagy levegőt Anikónak. 8 gólnál jár ugye Zácsik Szandra. Kicsit hallgatózni is kéne majd, hogy mit mond a hangos beszélő idővel kapcsolatban. Ezt tudjuk. Ez a legfontosabb perce. Na mi történt? Időt kértünk, az történt. Rócz Kálmán időt kért. És akkor most hallgassuk a mestert. Kitálunk az Andina úgy, hogy a Misi van kívül, a Ben, és a Danet, hát ő van kívül. A Danet nem a Andina kapja, hanem oda passzolja. A Misi nem, Misi kifele lefordul. Nem vagyok karomba, oké? Okay? Vagy a Viszer 1-es, 2-es közé vagyok én. Hát zárjunk akkor a Szandira, mert ugye passzív volt már, amikor időt kértünk. Igen, most Rokán egy megoldási figurát, idézve figurát beszélt meg a lányokkal. Sok időn nincs, maximum 2-3 passz. Nagyon valószínű, hogy a Szandira várnak, hogy lő. Elképzelt, hogy egy másod szándéka valaki majd cseles megoldást vállal be. Szandira oda fognak ugrani, vagy sáncolnak. Sajnos nem hallottam, mert a... Hát semmit nem lehet valami, ez nem csoda egyébként, mert egész egyszerűen hiába próbáljuk a lehető legközelebb tenni a zajmikrofont. Óriási a közönség, fantasztikus, de hát nyilván ilyenkor nem hallunk semmit sem.
No, gyerünk! Igen, a Csel az akart bejönni, sajnos rögtön elveszik a labdát a bíró. Rögtön elveszik, most már jó nagy óra, az utolsó percben léptünk ebben a másodpercben. Picit tehát előrébb vagyunk, mint ahogy azt a feliratunk mutatja. Markussen, egy góllal vezetünk, 47 másodperc próbálom mondani, most már lassantán szinkronba kerülünk. Megállító faltok kellenének, hogy ne tudjanak sokat játszani. Ezt ki kell valahogy védekezni, lányok. Hosszú faltja, remek. Lassan el kell lőniük. Fél percen belül fenn a bíró keze. Falton. Krisztiánszen, nem igaz. Kurtovicsra nem figyelünk. 9 gólos. Egyenlő. 24-24. 13 másodperc. Gyerünk, lányok. Győztes gól jön. Gyerünk, lányok. Süljön el a keze. Vivien, még tovább. Boglárka nem meri. Vivien, el kéne lőni, lányok. 3 másodperc, gyorsan Zácsik, kiszedik a kezéből, ajajaj, így már akármi van idő túli szabaddobás. Ezt is be lehet lőni. Szandi, álljon oda, az jó. Na, gyerünk! Gyerünk, Szandra! Belövi. Van rá egy söröm, egy hideg söröm. Kicsik fölött van ott hely. Kilőtte az egyik norvégot, fejbelőtte a norvég játékost, ez a vége, döntetlen, 24-24, ugye van döntetlen, ezt hozzáteszem rögtön, ha esetleg valaki másra számított volna, hiszen csoportmeccsről van szó, nyilván az egyenes kieséses szakaszban, ott már nem lesz döntetlen. És én azt hiszem, hogy a gigászi csata végén a látottaknak nagyjából ez a döntetlen megfelel. Azt hiszem, orba találta a norvég kislányt, mert nagyon fogja az orrát. Zácsik pokoli erejű bombája itt a végén. Vezettünk. Nem volt elég falt abba az utolsó védekezésbe. De ettől függetlenül azért ez így sem rossz. Igen, hát az pont orba nyomta a norvég hölgyet. Zácsik bombája. Nagyon ragad a labda. Nagyon nehéz pontosan lőni. Beleragadt a kezébe, ezért nem tudott pontosan célulni. Azt gondolom, elképzelhet, hogy ebből a norvég csapattal még találkozunk, hogy összefutunk majd még velük. Ez nem lenne akkora meglepetés. Nézzük, kik voltak a mérkőzés legjobbjai. Nálunk nyilván egyértelmű, hogy Zácsik és Kovacsics között fog majd eldőlni a dolog. A másik oldalon nincs kérdés, mert ott egyértelmű, hogy Amanda Kurtovics volt a legjobb, azt hiszem ezen nem is lehet vitatkozni. Esetleg még Rundráta jöhet szóba, de én azt hiszem így van, Kurtovics játéka volt a meggyőző, de hát Amanda Kurtovics, a 9 gólos szélsőt beállott és átlövőt és egyszerre játszani képes játékos az, aki megkapja a külön díjat. Nálunk pedig Misike a legjobb, Kovacsics Anikó, ugye ők a góllövőlistán Zácsikkal ott versenyben végeztek. Ők ketten tényleg kijátszották magukból azt, amit tudtak, és nyerő emberek lehettek volna, ahogy a Szajdú János is említette. Ettől függetlenül a lányok azok mindent megtettek a mai napon. Hogy mi hiányzott, hogy ez a pici, az egyetlen gól miért nem sikerült, én azt gondolom, ezen most már kár morfondírozni, menni kell tovább, előre kell nézni, hiszen jelen pillanatban a helyzetünk így is jó, és a spanyolokat, ha megverjük, akkor pláne jó lesz majd, hiszen akkor ott leszünk a legjobb 4 között egészen biztosan. Hajdú Jánosnak én nagyon szépen köszönöm a segítséget, természetesen majd a továbbiakban is számítunk rá, és átmenetileg ugye a kommentátorállás búcsúzik, de azt még várjuk meg mindenképpen, hogy a pápai szurkolóknak megköszönik a lányok ezt a fergeteges bíztatást, amiben részesültek, a jelszót pedig ezentúl is. Ne felejtsék, jól tudják az ellenfelek, a legtöbb gólt tőlük kapják. Someone will always look out for you.
Az élmény mindenkinek mást jelent. De van egy közös élményünk. Dréher. Annyi a világ, amennyit beletöltesz. Azért játszunk, mert a póker nem kaparós sorsjegy. Vagy félpályáról kosárra dobás. Nem is asztalon lekopogás dolga. Nem a szerencse játéka. A póker a türelem és a jól időzített támadás játéka. Tudjuk, hogy egy kis szerencse segít, de a szerencse nem magyarázat arra, miért van annyi ismerős arc a döntőasztaloknál. Mi a fulltiltpoker.com-on játszunk. A Peugeot bemutatja kínálatának legnagyobb rakterű modelljét, a Boxert. A 2008-as év haszongépjárművét, az Expertet és a Partnert, amiben a rakomány mellett három személy is elfér. Ismerje meg további modelljeinket is a Peugeot haszongépjármű roadshow-ján szeptember 2-a és október 27-e között. Angel, meg kell találnunk a válaszokat a kérdésekre, mert az ellenségeitek nem válaszolnak rájuk. Készüljünk fel mindenre. Segítened kell rajtam. Te megtetted a dolgodat, most rajtam a sor. Angel megöli a saját fiát, ahogyan az a proféciákban áll. Számunkra már csak ez maradt. Ez vérbosszú. Akkor megtanítom, hogyan kell meghalni. Angel. Minden nap 19 óra 15 perckor duplán a sorozat pluszon. További információkért keresse kábel szolgáltatóját. Petrő Cseh ajánlásával az Adidas bemutatja a megújult Action 3 dezodorokat Dry Max System-mel. Védelem a testszag ellen, védelem az izzadság ellen. Akár 40%-kal hatékonyabb. Action 3 az Adidas legjobb védelme az izzadás ellen. Fedezd fel az Action 3 új Pro Level változatát a professzionális védelemért. Csehország nyugati részén fekszik egy város, amelyet egy angyal őriz. Az angyal a város címeréről tekint le ránk, a címer pedig minden egyes palack Pilsner Urquellen megtalálható. De ha jobban megnézzük az üveget, látjuk, hogy a címerről eltűnt az angyal. A legenda szerint a sörben lakozik. Pilsner Urquell. A valódi pilzeni Pilsenből. Egy angyal csókja. Lásd a teljes képet! A panoráma képkészítő Samsung C30-50-nel. Most kettőt is elvihetsz 0 forintért, akár üzleti előfizetéssel is. Vodafone. Egyre többet adunk. Európa jövőbeli sztárjai az önképernyőjén. Akarja tudni, hogy kik lesznek a jövő kézilabda sztárjai? Nézze velünk a női junior kézilabda Európa-bajnokságot! Izgalmas meccsek, hatalmas iram, rengeteg új tehetség! Női junior kézilabda EB, csak itt, a Sportklubban! Azt szeretnénk, ha mindenre jutna ideje a hétvégén. Forma 1 ismétlés itt a Sportklubban, szombaton és vasárnap este. Az ön órájához igazítjuk a Forma 1-et. Az ország legrangosabb féderbotos horgászversenyének legjobb pillanatait mutatjuk be most önöknek. 108 versenyző küzd meg egymással a fantasztikus díjakért. A finom szerelékes fenekező horgászok legjobbjai mindent megtesznek a siker érdekében, és az eredmény önmagáért beszél. 8. Haldorádó sikeres sporthorgász féderbotos kupa. Vasárnap a Fishing and Hunting csatornán. További információkért keresse kábel szolgáltatóját. A végeredmény tehát Norvégia-Magyarország 24-24. Vajon igazságos-e ez a döntetlen? Erről fogom kérdezni a meccs legjobbját magyar részről. Mellettem ül Kovacsics Anikó. Szia, üdvözöllek. És egyébként gratulálok, nagyon kemény meccs volt, de igazságos a döntetlen? Szia, köszönjük szépen. Hát úgy gondolom, hogy nincs meg sajnos a két pont, de lehet így jobban jártunk, mert nagy esély van rá, bármint szeretnénk, hogy a négy középbe jussunk, és nagy esély van rá, hogy újból összekerülünk a norvégokkal, mert nagyon jó csapat, és lehet jobb lesz, hogy most egy döntetlen született, és majd eldől minden később. Szerintem ez is, az egy pont is nagyon sok. Kicsit elemezzük a mérkőzést. Azt gondolom, hogy nagyon nagy szükség volt a te jó játékodra, főleg az első fél időben.
Igen, szerencsére most a lövések sikerültek, és úgy pörögtem, ahogy kellett, és ez szeretném kiemelni, hogy köszönhető egy olyan csapatársunknak, aki nem lehet most köztünk, mert sérülés miatt Szőlősi Patriciának, és ezért a díjat, amit kaptam, azt meg is kapja tőlem, mert ezt ő érdemli most. Nagyon nagy lelket öntött belém, és nagyon megköszönöm neki. Akkor ezt mi is megköszönjük, hiszen valóban nagyon nagy szükség van egy ilyen remek játékosra, és nagyon nagy szükség van egy remek kapusra. Méltatnunk kell ismételten Vig Vivient, majd ővel is beszélgetünk egy kicsit, de hát nagyon-nagyon fontos szituációban nagyon nagyokat védett. Igen, igen, megint hihetetlenül megfigyelte a játékosokat, hova lőnek, és megint oda ment, ahova kellett, szóval megint nagyon sokat segített, és tényleg akkor, mikor kellett. Nehezen indult hátul is, a védekezésünk is kicsit nehezebben indult, de a végére összeállt, és szerintem ez is nagyon betutató annak, hogy nyertünk, mert a norvégok gyors lábát így megtartani, és a lerohanásukat azért elég jól megakadályoztuk, igaz, így is lehet, kicsit sok lerohanásgólt kaptunk, de akkor is szerintem nagyon jól megcsináltuk, amit elképzeltünk. Ugye az északi országiak nagyon szeretik a szaunát, lehet, hogy ez most nekik kedvezett jobban, ott nagyon meleg volt a pályán? Nagyon meleg volt a pályán, de ezt én betudom magamról annak, hogy annyit játszottam, hogy szinte csere nélkül most második fél időben pihentem. De tehát nem ez döntött? Nem, szerintem egyáltalán nem volt. És azt is mondhatom, hogy a kispadunkról most is, akik beálltak, hozzá tudtak tenni, szóval ez is nagyon sokat segített. Ami talán segíthet, hogy végignéztétek a spanyolok elleni mérkőzést, ott ültetek végig a lelátón. Mit láttál? Azt láttam, hogy ugyanúgy kell hozzáállnunk, mint a mai mérkőzéshez, teljes erőbedobással, mi oda koncentrálva, amit tudunk, azt kiadni magunkból, és akkor nem lesz baj. Köszönöm szépen Kovacsics Anikónak. Helycserés támadás következik itt a helyszíni stúdiónkban Pápán. Jön Vig Vivien, érkezik a kapusunk, parancsolj, foglalj helyet. Gratulálok neked is a remek teljesítményhez. Tudom, hogy nem szeretsz nyilatkozni, jobban szeretsz a kapuban állni, de kérlek azért mondd el, hogy mi az, amit te láttál, miért lett döntetlen ez a mérkőzés. Hát én magamat okolom, mivel nem tettem oda magam eléggé. A csajok pedig próbálta segíteni nekem, de én magamat okolom, már én úgy érzem, hogy nem tettem magam rendesen oda. Mire gondolsz? Mi óriási védéseket láttunk tőle nagyon fontos pillanatokban, amikor Zácsiknak vagy éppen Hornyáknak nem sikerült, akkor te megoldottad, hogy nekünk ne legyen túl nagy a hátrány. Nyilván az első fél időben volt egy-két olyan jelenet, erre gondolsz? Igen, az első fél idői teljesítményemben két labdát fogtam, és úgy gondolom, hogy ez egy elbén, ezt nem engedhetném meg magamnak. Ettől függetlenül nyilván fel kell tudni állni, hogy sikerülhet ez? Láttad te is a spanyolokat? Hát nem tudom. Próbálunk majd egységesen ellene tenni, és szerintem menni is fog, mert nagy csapat egységünk van, és szerintem holnap felkészülten, és megpróbáljuk megvenni a spanyolokat. Nagyon szépen köszönöm Vig Viviennek az önkritikus nyilatkozatot. Ritkán hallható, őszinte vallomást hallhattunk a kapustól, akinek azért ettől függetlenül a sportklub egész stábja nevében gratulálunk, és azt gondolom, hogy a nézők is láthatták, hogy a második fél időben hozzátett játékunkhoz. Már is elfoglalta a stúdióban a helyet Róth Kálmán. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Igazságos éhez a döntetlen, hogy látta? Én azt gondolom, a játékkép alapján mindenképpen, tehát mind a két csapatnak volt nyerési esélye, nagyon változatos, izgalmas mérkőzés volt. Örömmel néztem volna én is nézőként, de így belülről egy kicsikét más volt. Azt hiszem, hogy ennek a korosztálynak a játékának a minden hibáját láttuk mind a két csapatnál. Nekünk nagyobb sanszunk volt a győzelemhez, hiszen a végjátékban két gólos előnnyel mentünk be. Ha egy kicsikét okosabbak vagyunk, rutinusabbak vagyunk, azt gondolom, hogy megőrizhettük volna ezt az előnyt, de nem lett volna szerintem igazságos. Tehát én azt gondolom, hogy két kiváló csapat játszott, és az eredmény igazságosnak tűnik. Hozzá kell tenni, hogy rendkívüli módon látszik minden magyar utánpótlás csapaton az, hogy nekünk Skandinávia nagyon messze van. Tehát ez a játékstílus, amit ők játszanak, ezzel szinte csak világversenyen találkozunk, és ez óriási probléma, mert ezt meg kell szokni, ezt a játékot, amit ők játszanak. Egyetlen európai csapat ilyen kézilabdát nem játszik, és itt találkozunk velük. Valószínű, hogyha még egyszer lejátszanánk ezt a mérkőzést, remélem még találkozni fogunk a norvégokkal, akkor valószínűleg más eredmény is lehetne ebből. Ahogy ön is fogalmazott, igazán kitűnő mérkőzést láthattunk, és említette a hibákat. Kicsit ebbe belemehetnénk jobban, ugye talán a jobb oldali átlövő poszton volt keresgélés a meccsen, Hornyáknak sem ment annyira?
Hát ez a mérkőzés hozta ki igazából először azt, hogy komoly szerkezeti problémánk az, hogy nincs balkezes átlövőnk, és hát mindig kényszermegoldást alkalmazunk, hiszen ezek a gyerekek a klubjukban se igazából ezt a posztot játsszák, és hát a norvég taktika egyértelműen erre épült, hogy a mi jobb oldalunkat próbálta kiszorítani. Mondjuk lett volna ebbe is egy kicsit több, hogyha a Hornyák Dóri az elején nem bizonytalanodik el, hiszen ott két zicsert hibázott, és hogyha utána bátrabban helyzetbe hozzuk esetleg a jobb szélsőket ebből a játékból, talán lehetett volna helyzet belőle, de én azt gondolom, hogy örüljünk a jó teljesítményeknek. Így van, lehet említeni Kovacsics, Zácsik nevét, és tényleg azért Vig Vivienről beszéljünk egy pár szót. Hallhatta, mert itt volt már a stúdióban a nyilatkozatát, mit szól hozzá? Én azt gondolom, hogy ezekben a nyilatkozatokban kell keresni a magyar ezüstérmeket. Tehát a magyar az egyszerűen nem tudja fölfogni azt, hogy van, amikor az ellenfél jobb, van, amikor a döntetlen is kiváló eredmény. Van egy gyerek, aki magasra teszi, hál' Istennek, a mércét saját magával szembe, és igazából le kell neki higgadni, hogy fölismerje azt, hogy ha nem is védett ma jól, de kritikus helyzetekben nagyon fontos labdát fogott. A szélső játékról is tudunk egy picit beszélni? Igen. Én azt gondolom, hogy... Tamás Krisztát ki kell emelni. Mindenképpen ki lehet emelni, de az a probléma ezekkel a szélsőkkel, és az egész utánpótlás bajnokságnak ez a baja, hogy ezek a gyerekek nem ott játszanak, ahol játszaniuk kellene. Tehát nincs meg az a rutinjuk, aminek meg kéne lenni. Tehát egy Tamás Kriszta se igazából kapott lehetőséget az NB1-be, a Hosszú Bogi úgy szintén NB1-B-be játszik maximum. Ugyanez a másik oldalon a Szalai Babinál, és ilyen kritikus helyzetekben bizony megremeg a kéz, még akkor is, hogyha igyekszünk a lehető legjobban fölkészíteni őket, de én remélem, hogy ezután a világverseny után kaposak lesznek ezek a játékosok, hiszen a magyar kézilabdának ez lenne az érdeke, hogy ezek a gyerekek olyan klubokba kerüljenek, ahol rengeteget játszhatnak. Nézzünk előre, van ugye 2-3 pontos csapat, mi pedig játszunk a egyelőre 0 pontos spanyolokkal, reméljük, hogy így is marad, ugye? Függetlenül attól, hogy ennek a mérkőzésnek mi lett volna az eredménye, ha nyerünk, és biztosan a négybe vagyunk, mi akkor se engedhetjük meg hazai pályán, főleg személy szerint én Győrbe, hogy lelötyögjünk egy mérkőzést. Tehát mi akkor is 100%-ot nyújtottunk volna, vagy megpróbáltuk volna ugyanazt nyújtani. Tehát mi úgy fogunk holnap pályára lépni Győrbe, hogy megtiszteljük a győri közönséget. És átrobogunk a spanyol armadán. Így van, és megpróbálunk átrobogni. Ez nem jelenti azt, hogy sikerül, de biztos vagyok abban, hogy nem fogjuk félváról venni. Egyébként hadd jegyezzem meg, hogy ez a pápai közönség, akik ma eljöttek, olyan fantasztikus hangulatot csináltak, amiért érdemes a kézilabdával foglalkozni. Köszönjük szépen Róth Kálmánnak, és már is folytatjuk az értékelést Papp Györggyel. Valóban a közönség is és a csapat is mindent megtett, és ahogy hallhattuk, igazságos döntetlennek értékelték a játékosok és a szövetségi kapitány is ezt a mérkőzést. Vajon hogy értékel Papp György? Én csatlakozni tudok a szövetségi kapitányhoz, tényleg igazságos volt a döntetlen. Nagyon-nagyon komoly küzdelem folyt a pályán. Nyitott volt végig a mérkőzés, egyik csapat sem tudta eldönteni. Egyetlen egy széria nem volt olyan, amiben kétség lett volna arra, hogy bárki is a másik játékát úgy meg tudja törni, hogy akár gólokkal is elmenjen. Hatalmas küzdelem volt, ahogy a Kálmán is mondta, a korosztály minden erénye és hibája benne volt a mérkőzésben. Nagyon-nagyon jó volt az, hogy a skandináv stílus ilyen módon is így mutatkozott be, és ezelőtt a közönség előtt, hiszen ez Magyarországon nagyon ritka, és ez nem is baj, hogy látjuk. Ami nagyon-nagyon jó volt a magyaroknál, tetszett az, hogy azok a játékosok, akik igazán vezéregyénisek tudtak lenni, fővállalták azokat a feladatokat. Igen, ki kell emelni Kis Rudi Anettet is. Így van, a Kisfaludit szerettem volna én is megemlíteni mindenféleképpen. Nem ez az első mérkőzése már a Kisfaludinak, ahol nagyon jó teljesítményt nyújt, és ma is nem látványos szerepe volt, de ő, mint a csendes, szorgalmas ember, nagyon-nagyon sokat tett azért, hogy ez az eredmény kialakuljon. Ami érdekes volt, az a Vig Vivien interjú, én még mindig itt tartok. Valóban ő egy nagyon lelkis hölgy, már beszélgettem vele a meccsen kívül is. Ennyire azért nem volt ő rossz teljesítmény, mint amit mondott magáról, te is így láttad? Én úgy láttam, és itt beszélgettünk is egy pillanatig az interjú előtt, és a kapusok azok egy különleges szerkezet. A kapus az egy egész más játékot él meg a kapuba, mint a mezőnyjátékosok. A kapusnak nagyon komoly elvárásai vannak önmagával szemben, minden gólt tragédiának élnek meg, és a Vivien is valószínűleg ebben a helyzetben értékelte azt, hogy nem sikerült olyan lövés százalékot fogni, mint ami az első mérkőzéseken volt. Nagyon szépen köszönöm az értékelést Papp Györgynek.
Még láthatjuk ugye a fél időnek az összefoglalóját, a rövid összefoglalóját, és már is itt vagyunk. Holnap ismételte jelentkezünk a női junior kézilabda Európa-bajnokságról, méghozzá nagyszerű mérkőzésekkel. Nem lesz tét nélkül ugye a mérkőzés, ha ma nyertünk volna, ugye akkor természetesen a spanyolok elleni találkozó már könnyedebb lett volna, de azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes a képernyők előtt ülni. Már természetesen közvetítjük a norvég-francia mérkőzést is, úgyhogy holnap is tartsanak a sportklubbal, és köszönjük a helyszínről Pápáról a figyelmet.